Kedves nézőink, a következő stúdió beszélgetésből a Bringajka Kerékpáros Egyesület tevékenységével ismerkedhetnek meg. Köszönöm a stúdióban Monostori Józsefet, a Bringajka KSE elnökét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Elnök úr, ez az Egyesület, ez egy régóta meglévő csapatból, talán mondhatni baráti társaságból nőtte ki magát, nőtt ki. Miért volt szükség arra, hogy egyesületté alakuljanak? Mások a lehetőségek így, hogy hivatalos formában működnek? Igen, a lehetőségek abban változtak, hogy az Egyesület, mint hivatalos szerv, így a támogatókat, vagy a támogatóktól olyan pénzösszegeket kaphat, amivel sokkal könnyebben tudjuk az Egyesületet működtetni. Mikor alakultak egyébként egyesületi hivatalosan? 2014. októberében lettünk hivatalos egyesület, onnantól kezdve folyik a hivatalos munkánk. És az mi? Mi az egyesületnek a hivatalos munkája, célja? Igen, nyilván kerékpárral összefüggő. Mint az alapítókiratban is leírtuk, három fő feladatot tűzött ki az egyesület célként. Ebből két feladatot, a túrázást és a városi rendezvényeket ebben az évben is láthatták már tőlünk. Ezek folyamatosan mentek áprilistól kezdődően. A túrákat, 6 darab túrát szerveztünk eddig a környező településekre, a környező erdőkbe, történelmi helyekre, olyan területekre, amiket sokan nem ismernek, és olyan útvonalon közelítettük meg, amit sokan nem jártak még. Tehát nagyon ajánlom mindenkinek, hogy próbáljon ezekre eljönni. A 7. a legutolsó, ez egy somlótúra lesz, ami a héten vasárnap fog megtörténni. Tehát ezek folyamatosan mennek. Az egyesületnek a második célja a lakosságot szerettük volna bevonni egy olyan formába, hogy a családok együtt tudjanak kerékpározni a rendezvényeken. Kis ügyességi pályákat alakítunk ki, és egybekötjük egy kis rövid családi túrával, ami ugye a múlt héten is előfordult ezen az Európai Mobilitási Hét keretében, és többször is már mondhatom, hogy tavaly ősszel is a Dió ünnepén, és az idei évben is a Dió ünnepén fogunk szerepelni. Tehát ez a két feladatunkat, ezeket véghez vittük. A harmadik feladat, amit a célnak tűzött ki az egyeset, ez a versenyszervezés, amiben komoly munkák folynak most az ősz folyamán. Tárgyalásokat végzünk olyan területeken, ahol az infrastruktúra és a természeti adottságok lehetőséget nyújtanak ahhoz, hogy egy társszervvel közösen egy saját versenyt tudjunk szervezni. Kiből tevedik össze az egyesület tagok? Életkor szerint, nemek szerint, nem tudom, van-e valamiféle kritérium? Nincsenek kritériumok. A 10 évestől a 44 évesig megtalálható mindenki. Mindenki más céllal van az egyesületnél. Ugye az utánpótlásaink közül a fiatalok természetesen a teljes versenyszellemben vannak az egyesület támogatásával. A felnőttek pedig először csak egy túra jellegű dolgok véget kapcsolódtak az egyesülethez, majd aztán, mikor meglátták, hogy micsoda élményeket nyújtanak a versenyek és a díjazások, akkor többen arra az elképzelésre jutottak, hogy érdemes olyan edzéseket és olyan mentalitást belevinni az egész heti, egész évi felkészülésbe, hogy a versenyeken is megmérettessék magukat. Tehát önök edzést is tartanak konkrétan, nem csak túrákat szerveznek, edzések is vannak, versenyekre készülnek? Hát egy belső edzéseket tartunk, igen. Kitapostuk az ösvényt, úgy gondolom a mi nálunk szereplő utánpótlás tagoknak a tavalyi évbe. Egy elég jó téli felkészülésünk voltunk túl, egy 5-6 hónapos alapozáson, amire úgy gondolom, hogy olyan erőlétet és olyan felkészültséget nyújtott, ami a jövőben bárkinek és bármikor javára válhat már. Ezen is dolgozunk, ezt idén át szeretném adni a gyerekeknek, hogy ők is próbálják meg ezt a ritmust felvenni, és az edzések azok, hát ugye télen teremben, spinningen folynak, ha jobb idő van, akkor kint természetesen hétvégén megpróbálunk kimenni, az időjárás nem szokott minket nagyon zavarni, tehát szél, eső, hó, teljesen mindegy, megyünk, mert ugye ez az életünké vált, úgyhogy az edzések azok így folynak, közösen próbálunk nekik átadni minden tapasztalatot, tudást, amit mi megszereztünk. Jól értettem, hogy önök is szerveznek versenyeket, és elmennek más versenyekre, amit az országban tartanak? Hát egyelőre mi versenyt nem szerveztünk még. Egy ilyen, volt egy rendezvény áprilisban Ajkán, ahol
egy ilyen belső kis gyerekeknek való kis ügyességi versenyt rendeztünk, mondjuk azt, vegyük azt, hogy az egy verseny volt, de az igazi nagy megmérettet és a nagy versenyt azt jövőre szeretnénk, egy olyat, amit önálló, ami viszünk véghez. Mint már az előbb is mondtam, egy olyan társszervel, akinek az infrastruktúrája és a lehetőségei olyanok, hogy megfelelő körülmények közé tehessünk egy hegyi kerékpáros versenyt, mert ugye azt nem említettem, hogy ez egy hegyi kerékpáros verseny lenne. A másik kérdésére válaszolva, igen, rengeteg versenyen veszünk részt, átlagban, nagy átlagban mindenki 10-12 versenyen vesz részt, ez többféle típusú versenyek, ezek hegyi kerékpáros országúti versenyek, ultramaraton versenyek, 24 órás versenyek több csapattal, egyénibe, duóba, női csapattal, tehát rengeteg helyen részt veszünk, rengeteg versenyen és rengeteg formátumban. És rengetegen vannak, akkor ezek szerint hányan vannak? Igen, így van, hál' Istennek, igen, nagyon sokan vagyunk, és hál' Istennek sokan is dolgoznak. Ugye tudni kell róla, hogy az Egyesület nagyon kicsi büdzsével rendelkezik, így mindenki a saját maga kis anyagi lehetőségeit keretein belül tesz hozzá az Egyesülethez, az idejét is ugye a családjától és a szabadidőtől veszi el, úgyhogy a munkája mindenkinek társadalmi munka, úgyhogy én rendkívül büszke vagyok mindenkire, hogy amennyi, amit tesz az Egyesületért. Meg hát természetesen Ajka városáért, mert ugye nagyon sokat, ugye mivel az Egyesület nevében is benne van Ajka városa, így ugye minden tagnak úgy kell viselkednie, úgy kell mindenhol megjelenni, és úgy kell teljesíteni is, én úgy gondolom, hogy a város nevét méltón viseljük mindenhol. Mindenféleképpen pozitív, tehát minden irányból, akár onnan is nézem, nagyon pozitív. Ez az Egyesületnek a tevékenysége. Ön is említette, hogy vannak szponzorok, és ugye elnézem itt ezen a kerékpáros ruhán azért elég szép számmal fel vannak sorolva. Tehát akkor ezek szerint sikerült most már bevonni elég nagy számú szponzort az Egyesület működésébe? Igen, rendkívül sokan vannak, és nagyon köszönöm nekik itt a lehetőséget, hogy ebben a nehéz gazdasági helyzetben, amiben voltunk, abban is támogatták az Egyesületet, és még most is kiállnak mellettünk. Remélem a jövőben is így lesz, és megpróbálok azon dolgozni, hogy az ősz és a tél folyamán is újakat és újabb szponzorokat keressek meg, mert ugye tudjuk, hogy ez egy technikai sport, és a technikai sport rendkívül sok anyagi vonzata van. Mindenkinek, hogy megfeleljünk, ahhoz kellenek ezek a dolgok. Sajnos a sport ilyen, hogyha az élmezőnyben nem tudunk úgy oda jutni, hogyha nincsen megfelelő felszerelésünk. Egyesület ad egyébként technikai segítséget is a tagoknak? Tehát, úgy értem, hogyha valakinek mondjuk gond van a bicikliével, vagy bármi. Mindenkinek, tehát ez nem csak egyesületi tagoknak, bárki, ha odajön hozzánk, mi bárkinek szívesen adunk tanácsokat, szívesen segítünk bármibe, a kerékpár beállítástól elkezdve, hogy milyen kerékpárt válasszon magának, hogy hogyan próbáljon időt szakítani arra, hogy egy kicsit mozogjon, mert itt nem csak a versenyzésről van szó, amit arról van szó, hogy megpróbálja az Egyesület mindenki felé azt sugallni, hogy próbáljanak meg felállni a fotelból, próbáljanak kiszállni az autóból, a kerékpárt lehet használni közlekedési eszköznek, lehet használni sporteszköznek, teljesen mindenminek használják, a lényeg az, hogy élhetőbbé tegyük a környezetünket, és ha már sikerült, akkor a közlekedés által, meg a kerékpározás által sportolunk is egy kicsit. Tehát a lényeg az, hogy azt az endorfint, amit termel a szervezet ilyenkor, amikor a sportot űzzük, vagy a kerékpározunk, azt ha valaki megtapasztalja, akkor ugyanolyan nehéz lesz leszokni róla, mint mondjuk egy tévésorozatról. És még barátságokat is lehet kötni, feltételezem, így a kerékpározás kapcsán. Elnök úr, egy nagyon fontos kérdés. Igen. Hol lehet önöket elérni? Úgy értem, hogy a programokat megtalálni, hol lehet tájékozódni, vagy segítséget kérni? Ugye a Facebook oldalunk is van egy hivatalos, a Bringaika Kerékpáros Sport Egyesületnek egy Facebook oldala, meg van egy hivatalos weboldalunk, a bringaika.hu. Ott én úgy gondolom, hogy szinte minden héten új dolgokat kerülnek fel a túrákról, a versenyekről, élménybeszámolók, fényképekkel, eseménynaptárral, versenynaptárral mindent megtalálnak. Akinek elég ideje van ezt végigolvasni, akkor azt kérem, hogy mindenki nézze meg, mert rendkívül sok képet, tehát ilyen 200-600 kép egy eseményről, egy olyan élménybeszámolók, ami a versenyzők a belső érzéseiket mondják el egy verseny alatt, amit az amatőr sportolók nem tapasztalnak meg. És szerintem, én úgy gondolom, hogy elég élménydúsak.
Tehát bringajka.hu, igen. Itt keresik önöket. Igen. Elnök úr, igen. Nagyon köszönjük, hogy eljött és tájékoztatott minket, további sok sikert, jó köszönjük munkát kívánok. Köszönjük szépen a lehetőséget.